Hagyomány, hogy a Mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület és a Mezőtúri Tisztelet Vasutas Nyugdíjas Klub jóvoltából megszépül a Mezőtúr vasútállomása. Mint a Lokálpatrióta Egyesület tagja, miért tartod ezt fontosnak? Azért, amit az elmúlt években is mindig elmondok, és most is ez a fő indok, mert a Mezőtúri vasútállomás gyönyörű épülete, Mezőtúr kapuja. És amikor Európában járunk karácsony idején, adventi időszakban mindig látjuk, hogy nem csak a házak, a magánházak díszítik ünnepi díszbe magukat, hanem a városok is. És akkor persze, hogy jogos igény, hogy Mezőtúr városának ez a kapuja is ünnepi díszbe öltözzön. Hiszen nem csak a hazaérkezőket várjuk így, vagy az elutazókat búcsúztatjuk, hanem azokat az embereket is, akik a 120-as főközlekedési útvonalon átutaznak a városunkon. A vasútállomás díszítésébe egy csapatunk van, egészen kis létszámmal indultunk, és most már olyan sokan vagyunk, hogy a nagy hatalmas asztalt már nem tudjuk körbeállni. Ők pedig a Tisztelet Vasutas Klub tagjai, és magában a dizájn elkészítésében, a masnékban pedig Pályi Misi segít nekünk. Ebben az évben egy vegyes kollekciót álmodtunk meg, és ebben az évben a legtöbb díszítés most fog felkerülni az állomásra. Milyen kedvel érkeztek a mai napra? Hát mi nagyon nagy hangulattal, meg kedvel, úgyhogy csak egy szó kellett a klubtagoknak, hogy Krisztike telefonált, már mindenki azt mondta, ott leszek. Úgyhogy, és úgy látom, hogy örömmel már is neki kezdtünk azonnal, úgyhogy nagyon nagy boldogság tölt el bennünket. Már mi eszett 8 éve, hogy körülbelül, hogy díszítsük az állomást a lokálpatriókkal, és Krisztike által. Sokan mondják, hogy nagyon szép a város, és megköszönik az interneten is, mikor felteszik Krisztike ezeket a képeket, hogy szép, hogy nagyon köszönik, hogy szépen megcsináljuk az állomást, és nagy örömmel várják is most már, hogy kérdezték, hogy lesz megint, szép lesz az állomás, és mondtam, hogy igen, szép lesz az állomás.